Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek sors napot szeretnék kívánni. El is érkeztünk végre az üzenetes keddünkhöz, ami most egy halloweeni különkiadás lesz, ugyanis egy horror üzenetes keddel érkeztem most nektek. Lehetséges, hogy semmi köze nem lesz a Halloweenhoz, de milyen jól hangzik, hogy halloweeni különkiadás, értitek, horror lesz, akkor már mondhatjuk annak, nem? Egyébként az a most következő történetünknek a címe, hogy válasz, élet, vagy pedig halál. Szerintem mindegyikünk nevében választhatom az életet, na de akkor derítsük is ki, hogy mégis mi lesz itt. Azt mondtad, hogy te szeretsz engem. Már most ilyen drámával indul ez az egész, és ilyen szerelmi civakodással? Lehetséges, hogy baromira összekaptak, és ez eldurvult? Hát akkor ez egész hazugság volt? Mi? Hát én szeretlek téged! Fejezd be! Ez a Nikó srác baromira meg lett sértődve a barátnőjére. Valami tuti, hogy történt. Összefutottam Leóval ma. Az ex barátjával. Rosszul kezdődik. Igen. És mesélt az előző éjszakáról, hogy együtt aludtatok. Nem már. A csávó megtudta, hogy a barátnője megcsalta őt. Hát de csak nem igaz, érted, az ex-el mindent összehazudgálhat, csak azért, hogy tönkre tegye a kapcsolatukat, nem? Bébi, én mondtam neked. Először én azt gondoltam, hogy azt mondta neki, hogy az ex-ével fog aludni. De nem azt, hanem azt, hogy az ex-e egy hazug disznó. Mégis miért hiszel neki? Van bizonyítéka róla. Ajjaj, lehetséges, hogy akkor a barátnő hazudik? Nem pedig az ex-e. Bizonyítéka arról, hogy ő nem hazudott. És arról, hogy te megcsaltál engem. Hát de nem lehet bizonyítéka róla? Mivel nem csaltalak meg, és ez az egész nem történt meg. Tud nagyon jól a hegedről. Arról a hegről, ami a fenekemen van? Igen, és ez a heg két napos. Honnan tud az ex-e arról? Az a baj, hogy nem tudom eldönteni, hogy a barátnőjének higgyünk egyáltalán. Mert mi van akkor, hogyha komolyan nem hazudik, és az ex-e valami sziopata csávó, és mondjuk, ameddig a barátnője aludt, leúszta róla a takarót, és megfigyelte meg ilyenek, és onnan tud a hegéről. Vagyis ex-barátnője, bocsánat. Hát de mégis honnan tud róla? Hát, csak egyetlen módja van, hogy tudja a hegedet. Az, hogy látott téged mesztelenül. Hát de az lehetetlen. Fejezd be a hazudozást. Itt vagyok a házadban most, és összepakolom a cuccaimat. Várjunk csak. Te a házamban vagy? Leó odaadta a kulcsodat. De az exének mégis miért van kulcsa a csajnak a házához? Mi van akkor, hogyha kajakra beteg az exe, és esténként bemegy a házába, meg a szobájába, és megfigyeli őt? Annyi beteg ember van, én simán kinézném. Hát de... én nem adtam az exemnek a kulcsomat, akkor honnan van kulcsa? Szerintem a csajsz igazat mond, a csávó pedig egyáltalán nem hisz neki, még több hazugság ez csak. Figyelj rám! Ne foglalkozz Leóval! Ő tervelhette ki ezt az egészet. És ír is neki, Leó, az ex barátja, hogy mégis mit választasz. Kezdjük ott, hogy miért nincsen letiltva az exed. Már nem azért. Hagyod, hogy zaklasson téged. Maradj ki az életemből. Te komolyan azt mondtad, hogy mi lefeküdtünk? Nem láttalak téged, már vagy egy éve. Lehetséges, hogy te nem látod az exedet, de az exed láthatod téged a tudtad nélkül. Tudti, hogy az lesz, hogy ki fog derülni, hogy a csávóval valami nem stimmel. Mondd el Nikónak, a páromnak az igazat! Mit választasz?
elmondom a barátodnak az igazságot, bám, válaszd azt, erről van szó. De mi a másik opció? Vagy pedig mostantól teljesen békén hagylak, és kiszakadok az életedből. Mégis miért kell választani? A kettőt egyszerre nem lehetne? Kérlek szépen, Leo, ne játszadozzunk. Most dobott ki engem Nico. Oké, akkor próbáljuk meg ismételten. Mit választasz? Randizol velem újra? Jó tanács mindenkinek, hogyha az exedet vissza akarod szerezni, akkor ne így tegyed, ugyanis nem fog sikerrel járni. Meg ne is nagyon akard visszaszerezni az exedet. Ami egyszer nem működött, az nagy eséllyel nem fog többször sem. Micsoda párkapcsolati tanácsokat adok, szívesen. Vagy pedig megölöm a barátodat. Nem! Én nem válaszolok erre. Rendben van. Mit választasz akkor? Megtartom a naplódat. Szóval a csajnak a naplója a srácnál van. Tuti, hogy akkor folyamatosan a kulcsával beszokott járkálni a lánynak a házába. Mennyire beteg már ez az egész? Na de mi a másik opció? Vagy pedig a barátod meghal. Nem tudta egyszerűen feldolgozni a szakítást, és teljesen beleőrülhetett ebbe az egészbe, de szerintem volt erre hajlama, nem is kicsit. Várjunk csak! Nálad van a naplóm? Ó, igen, bébi! Kiolvastam az egészet, és tudok arról, hogy elestél. Annyira beteg ez a csávó, már nem azért, de várjunk csak. Mi van akkor, hogyha az esés miatt lett a csajszín egy heg? Ott is van! Az az esés miatt lett hegem! Szóval innen tudod akkor, minden, mindennel összeáll most. És hogyha ezt elmondod a barátodnak, akkor tuti, hogy meg tudjátok beszélni ezt az egészet, és nem fogtok szakítani, és meg fog oldódni minden. De akkor sem szimpatikus számomra az exed. Mi van akkor, hogyha a csajsznak a barátját le akarja vadászni? Mi van, hogyha ezekkel nem csak viccelődik? Mert érted, ki az az épeszű ember, aki viccelődne ilyenekkel? Mégis hogyan szerezted meg a naplómat? Nem. Nincs több kérdés. Először is játszunk. Fejezd be! Én nem játszok veled. Mondd meg Nikónak, hogy te hazudtál neki. Hogyha játszol, akkor azt mondom, amit csak szeretnél. Annak, akinek csak szeretnéd. De mégis milyen játékába akarja belevinni a lányt? És eltűnsz, és örökre békén hagysz engem? Eltűnök örökre. Megígérem neked. Oké. Mégis mi a kérdésed? Szóval a lány belement a játékba. Mit választasz? Elmondod, hogy szeretsz engem. Srác, a lánynak barátja van már, és túllépett rajtad. A jelenlegi párját szereti, nem pedig téged. Fogd már fel, neked is túl kéne lépned, és le kéne zárnod a múltat. Vagy pedig gyilkossággal vádolnak téged. Mégis mibe csöppentünk bele? De mi van akkor, hogyha a lánynak, a barátjának azért adta oda a lány házának a kulcsát, hogy valahogy csapdába csalja őt ott, és megölje? Mi? Vádolni? Ez az egész annyira nagy ostobaság. Komolyan, ez az utolsó. Én nem szeretlek téged, és soha nem fogom neked azt mondani, hogy szeretlek. Szóval ez a válaszod? Ez a válasza. Nem kellett volna vele bunkózni, ugyanis komolyan ki tudja, hogy ez a csávó mégis mire képes. Végeztem a játékaiddal. Megmutatom Nikónak az igazságot. Már hogyha egyáltalán még él
Anikó. De amúgy én is egyből arra gondoltam, hogy az ex bevallotta neki, szóval hogyha ezt szépen leszcreenshotolja és elküldi neki, akkor tudja tisztázni ezt az egészet. Nagy szerencsére az üzenetek még megérkeznek, szóval a jelenlegi párja, aki igazából már nem a párja, mivel kidobta, de szerintem újra össze fognak jönni, még nem tiltotta le őt. Meg is kapta a képet. Ez az egész nem számít. Mégis miért? Te elolvastad? Gondoltam, hogy valami hasonló lesz. Mégis hogyan tudná elolvasni Nikó, amikor ő halott? A pszichopata exe van a telefon mögött, ugyanis nála van, és megölte a Nikót. Mi? Ne viselkedj úgy, minthogyha meglepődnél, bébi. Te ölted meg Nikót! Ez a legeslegszemetebb, amikor még lelki terrort is alkalmaz, hogy bizony ez miattad van, mert rosszul döntöttél, és nem mentél bele a játékába. Nem! Ez miattad van, mert egy beteg állat vagy! Leo, te játszottad a játékot. Te döntöttél így. Most pedig ő már halott. Leo, ne! Te megölted Nikót? Nem. Te tetted. Ó, Istenem! Te írtad le a naplódba! Mégis mit írt le? Lehetséges, hogy baromira mérges volt a barátjára, és valamit indulatból kiírt magából. Attól még nem biztos, hogy komolyan gondolta. Hogy azt szeretnéd, hogy meghalljon Nikó. Tuti, hogy csak valamiért mérges volt a barátjára, és azért írt ilyet. Aztán jön a pszichopata exe, aki mindent megtesz az ő élete szerelméért, és minden kívánságát teljesíti. Ezért megöli. Miután szakított veled, te lelőtted őt a te hálószobádban. Ne, ne, ne! Az összes új lenyomatod itt van. Akkor ezért kérdezte a csávó, hogy vádolják-e gyilkossággal. Mivel úgy intézi, hogy a nyomozók meg a rendőrség azt higgye, hogy a csaj ölte meg a csávót. De itt van ez az üzenetes beszélgetés, bár nem hinném, hogy a rendőrség ezzel menne bármire is. Ez nem hiszem, hogy egy beismerésnek számít. Aztán ki tudja? Nem teheted ezt! Be kell vallanod, hogy te voltál és te csináltad! Ó, bébi! Én megígértem neked, hogy eltűnök örökre. Hát de nem én tettem ezt! Ne! És ezt az üzenetét már nem kapja meg az exe. Mivel letiltotta. Mennyire durva volt ez a sztori? Most azon gondolkozok végig, hogy a rendőrség tudna-e menni egy ilyen beszélgetéses beismeréssel. Mert egy telefonszámot szinte semmiség intézni, meg akkor is ki tudja, hogy valaki telefonszámáról kiír ilyeneket. Ennyi erővel valakinek elveszed a telefonját, történik egy ilyen, és ezt rá tudod kenni másra. Meg a csaj ellen baromi sok bizonyíték van. Nem sokra megy szerintem ezzel a beszélgetéssel. Annyira igazságtalan ez. Nagyon remélem, hogy egy ilyet nem varnak rá a lányra. És az a lelkiismeret furdalás, amit az exe keltett benne, brutális. Egyáltalán nem ő volt a hibás. Ugyanis ki gondolta volna, hogy egy ilyen komolyan megtörténhet. És hogy komolyan az exe ennyire beteg. Szerintem a nyomozóknak csak kéne mennie valamire ezekkel az SMS-ekkel. Magyarországon úgy van, hogy minden egyes telefonszám hozzá van kapcsolva egy magánszemélyhez, vagy pedig egy céghez. Dehogy, a telefonszámról mégis kiírt, azt hogyan tudod bebizonyítani? Nagyon remélem, hogy ezért
Nem varják őt be. Nem követett el semmit. Brutális sztori volt ez. Nagyon-nagyon remélem, hogy nektek is tetszett. Szóval akkor ennyi is lett volna ez a videó. Hogyha bejött nektek, akkor mindenféleképpen dobjatok egy hatalmas nagy lájkot. Ott van lent a gameplay csatornán, meg minden lent a leírásban. Mindenféleképpen iratkozz fel oda is, hogyha még nem tetted volna. Hogyha pedig a csengő nincsen benyomva, fejeld szét, ugyanis akkor mindig értesülni fogsz a legeslegújabb videóimról. Már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretnél lemaradni semmiről sem, akkor gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, mert találkozunk hamarosan. Addig is, szevasztok!